Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt láthatóak az utak és döntésekről van szó. Vagy nálad, vagy nála. Hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Persze az utak jelenthetnek egy találkozást is, amikor az élet utatok kereszteződik. A hold jelenti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket, de általánosságban utal az éjszakára, az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. Lehet, hogy ő álmodozik rólad, vagy vannak nála elképzelések, és az utak jelentik akkor az ő döntéseit. És itt van hozzá a remény, hiszen a hajó szimbolizálja a reményt, de utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra is, vagy jelenthet egy belső utat, egy lelki utat mély érzelmekkel, és erre utal a hold is. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és biztos lehetsz abban, ő álmodik rólad, álmodozik rólad, gondol rád. És a kulcs ezt megerősíti, hiszen jelenti a bizalmat, bíz ebben, légy magabiztos. Itt kinyílik egy új ajtó számotokra. Ezek lesznek majd a lehetőségek. De mielőtt itt lesz egy új kezdet, ő le fog zárni valamit az életében. Ez a koporsó utalhat régi dolgokra is, emlékekre, mint például, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Ez a ház jelenti a te otthonodat, vagy a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy rokonokat, persze lehet a szülői ház is. A két kártya, a koporsó és a ház, az jelenthet egy régi házat, és a kulcs kinyitja hozzá az ajtót. Ez lehet egy ingatlan vétele is. De itt megjelenik a háttérben a ház körül, ez a ravasz róka, akkor is, ha jól alakulnak a dolgok, és lesznek változások, döntések, ott van a remény, te állsz a középpontban, megvan a magabiztonság, azért légy óvatos, mert vagy valaki hamis a környezetedben, ez lehet a család is, vagy szeretnél venni egy házat, és ott van a hamisság, mert valaki be akar csapni téged, akkor zárd le ezzel a koporsóval ezt a kapcsolatot. Persze azt is jelentheti, hogy ő még egy pár kapcsolatban van, vannak hamisságok, és ő lezárja ezt a pár kapcsolatot, ebben megbízhatsz, hiszen a kulcs jelenti ezt a magabiztonságot. Itt a kutya jelentheti a baráti kört is, itt is légy óvatos, lehetnek hamisságok. Az is lehet, hogy a kutya ebben az esetben a hűséget jelenti,
És mivel ott van a ravasz róka, akkor az azt jelentheti számodra, hogy a ház körül, és az jelentheti a te családi kötöttségeidet, hogy ott valaki hamis, becsap téged, hűtlen, vagy azt is jelentheti, amennyiben ő egy párkapcsolatban él, hogy ez a hölgy a háttérben megcsalja őt, hiszen nincs ott a hűség. A hűség mellett megjelenik a hamisság, és emiatt ő lezárja majd ezt a párkapcsolatot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!